Halló! Hello! Jó reggelt kívánok! Hétfő reggel 8 óra van, ami azt jelenti, hogy folytatjuk a Prog 1 tantárgyat, tehát folytatjuk a könyvnek a feldolgozását. Jó reggelt kívánok! Pörögjön a jelenléti ív! És akkor én is itt még gyorsan bekattintom. Elvileg e-learningen is van, ha minden igaz, csak ugye reggel 8 óra van, ezért az e-learning így ilyenkor úgy gondolja, hogy ő megköszöni a részvételt, és elmegy boré a szomszéd non-stopba. Jó, de mindjárt kattintok még kettőt, és rendben is leszünk. Okés. Jó. Tehát oda is be tudjátok magatokat kattintani, ha szeretnétek, a jelszó Perceptron, de csak azért, mert ma erről lesz szó. Jó, na, ahogy a címben is látjátok, elkezdjük a negyedik fejezetet, és hát két részre lesz osztva, szevasz para, szevasztok, két részre lesz osztva, és most ma a első védési feladatot fogjuk megnézni, ami a Double csillag-csillag, tehát ez az alsó háromszög matrix, illetve a fejezet utolsó labor feladatát, ezt a Perceptron osztályt, meg annak a használatát tulajdonképpen. És csütörtökre marad az Exor, mert ez egy picit hosszabb lélegzetvételű, szerintem nem férne be mindegyik így az órára, meg így akkor a Perceptront fogjuk párhuzamosítani is. Jó, tehát így akkor azt megnézzük ilyen párhuzamos futásban is. Jó. Oké, és kérdéseket, hogyha van így menet közben, nyugodtan dobjátok be a chatbe, vagy Discordra. Látom, Discordon küldök védéseket, meg fogom nézni ma, és akkor ezekre is reagálok majd. Jó. Oké, és na, akkor szerintem vágjunk is bele. Ugye, ami nekünk kell, az ugyanis szól az első feladat. Mindjárt ránézek, csak a könyvemet keresem. Jó, tehát úgy nézne ki ez a feladat, hogy nekem 3.1, ne zavarjon össze titeket, én az első fejezetet kivettem, mert az nem a feladatok, hanem csak ilyen felvezetés. Tehát így nettósítottam úgymond ezt a könyvet, nektek ez a negyedik fejezet, 4.1, és akkor itt van egy ilyen malloc free páros használó C program kell, ami helyett foglal egy gyors háromszög matrixnak a szabad tárban. Jó. Jó, hát ez nem egy komplex feladat abban az értelemben, hogy maga a feladat azért nem vészes, de nyilván oda kell figyelni nagyon sok mindenre, tehát főleg a memória kezelés kapcsán. Ugye emlékszünk, hogy beprogom mi nézegettük ezt a FreeStore-os memória kezelést, ki fogok majd térni erre kicsit jobban is, hogy kicsit felvenítsem az emlékeket, akinek nincs meg. Ugye itt, aki élőben néz, az annak mondom, hogy nyilván itt nektek ez már lehet, hogy lerágott csont, mert sokan már ezt megvédtétek, de ez a videó ugye a jövőnek is készül egy kicsit, ugye föl lesz YouTube-on, aki jövőre csinálja ezt a tárgyat, az meg tudja nézni, és akkor tud belőle ikletet meríteni. Nyilván ez a feladat pont olyan, hogy Norbi is megcsinálta, meg ti is csináljátok a videókat róla, tehát végtelen mennyiség van, de a teljesség kedvéért mi is végigmegyünk rajta. Na, és akkor hol is vagyunk, ugye itt a órai mappába fogok most is dolgozni, és akkor ezt oda el is mentem. Hát legyen itt nekem is tm.c, csak hogy egyértelmű legyen, és akkor ide fogjuk megírni ezt a kis C programot, meg majd átírjuk C++-ra is. Mert ugye a védés kapcsán ez feladat, de majd mondjátok, hogy a védés kapcsán még milyen feladat volt, mert ti jobban odafigyeltek, minden feladatról tudtok elvileg. Jó, hát nyilván jön a szokásos dolog. Hát itt most a vezérlés el fogja érni a végét, úgyhogy nyilván ez is fog kelleni. És akkor itt ugye
ugye egy alsó háromszög mátrix kell, hát tulajdonképpen ez egy sima háromszög, sima mátrix is lehetne, itt ugye annyi lesz a különbség, hogy ugye a második sorban, tehát mármint, hogy az oszlop indexei a mátrixnak azok kicsit hekkelve lesznek, tehát nem úgy lesznek az oszlopok, mint a sorok tulajdonképpen, de mindjárt odaérünk, és akkor ezt megnézzük. Jó, de az biztos, hogy kell nekünk egy pointer, amivel tudunk erre hivatkozni. És ugye, mivel ez egy kétdimenziós dolog lesz, ezért úgymond ez a TM, ez a pointereknek a tömbjére fog hivatkozni, tehát lesz egy tömbünk, amiben pointerek lesznek, és ezek a pointerek lesznek tulajdonképpen a sorindexek, és azok fognak hivatkozni ugye az oszlopindexekre, vagy hát azok már konkrét elemekre fognak majd mutatni azon belül. Jó? Tehát igazából ez egy kétdimenziós tömb tulajdonképpen. Jó? És egy dinamikusan foglalunk neki helyet. Ugye itt, hogyha konkrétan megadnánk ugye szögletes zárójelek között, akkor az már onnantól kezdve fix méretű lenne, mert ugye C programnál, ugye, meg hát amúgy is ugye a tömböknél fordítási időbe tudni kell, hogy hány elemű lesz. Nem tudunk dinamikusan foglalni. És ugye itt, nyilván itt mi most megadhatjuk azt, hogy hány elemű legyen, ugye ez a number of rows, ugye ez a sorok száma lesz, itt a gyári példában 5 van, hát adjunk meg mi is 5-öt, de ugye a dinamikus memória foglalásban ez a szép úgy mond, hogy ez itt bármennyi lehet. Jó, és ez a futás során akár változhat is. Jó. Nagyon fontos, hogy nem a tömb mérete, a tömb mérete az annyi, amennyi, a lefoglaló neki memóriát az már annyi, hanem itt bármennyinek tudunk fogni, nem kell ezt fordítási időbe eldöntenünk. Jó, és akkor ugye itt kezdjük el lefoglalni a memóriát, ugye itt mallokot és free-t kér, pillancsunk rá erre a mallokra, hát igen, harmadik oldal, de szerencsére pont oda dob minket. Ugye az include-ot már is visszük, ugye a szokott módon, tehát itt semmi extra. És akkor itt látjuk, hogy kell neki egy ilyen méret, 100T makró, ne foglalkozzunk vele, itt ugye tulajdonképpen az a memória méret kell, amennyit le akarunk foglalni. Ezt itt írja is, hogy ez a függvény lefoglal size mennyiségű byte-ot, és visszaad egy pointert a lefoglalt memória területre. Hát, ez semmi különös. Ugye itt látjuk, hogy egy void pointert ad vissza. Azért void, mert nem akarja előre megmondani, hogy milyen típus legyen. Tehát itt bármilyen típusnak tudunk gyakorlatilag memóriát foglalni. Hogyha itt valamilyen integer vagy valami lenne, akkor az már determinálná, hogy csak olyat tudunk. Void csillagot ad vissza, de majd milyen szépen kasztolni fogjuk a mi double pointerünkre. Jó. Na mi van még itt, ami talán érdekes lehet? Hát, igazából... Jó, hát... Igen. Hát itt egy kis hiba kezelés, hogyha... Ja nem, ez még nem az. Nem. Jó, nyilván itt írja, hogy a free-vel föl kell szabadítanunk a memóriát, mert ugye itt ezen a manuál lapon itt van a free is. Hát ez metódus, nem tér vissza semmivel, és itt pedig azt a mutatót kell neki átadni, ami ugye arra a memória területre mutat, amit lefoglaltunk. Jó. Nézzük még meg a visszatérést. Ugye itt akkor azt megbeszéltük, hogy visszaad egy pointert. És itt látjuk, hogy nullal tér vissza, hogyha valami hiba van. Így van. Jó, hát ez sok minden miatt lehet. Egyrészt, hogyha a size az 0, tehát hogyha a size az 0, illetve hogyha mondjuk nincs elég memória. Jó, tehát ez is előfordulhat. Egyszerűen elfogy a memóriánk, vagy hát mi lehet, még mondjuk nincs jogosultságunk írni a memóriát. Ritka dolog, de előfordul, főleg mondjuk beágyazott rendszereknél. Jó, free nem tér vissza, vagy hát annak nincs visszatérési értéke. Jó. Tehát tulajdonképpen erre kell majd figyelnünk, hogy egyrészt nyilván visszaadja a pointert a memória területre, vagy hogyha valami gond van, akkor nullal tér vissza, ezt majd ki is hiba kezeljük egy kicsit. Jó, és itt van még egy dolog a hibák esetén. Tehát ezzel a hibával tud esetleg még megállni, hogyha elfogy a memória.
Ja, oké is. Jó, tehát ezek a hibák lehetnek, ezek a problémák lehetnek itt, ami esetleg gondot okozhat, és nyilván itt ezeket kezelnünk kell. Ha már itt hibakezelésnél vagyunk, emlékeztek biztos, hogy befrugon beszélgettünk erről, hogy volt egy labor is erre a hibakezeléses laborra, ugye fontos, hogy C-ben vagyunk, tehát itt ugye milyen lehetőségeink vannak. Egyrészt van egy lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk valami hibakóddal, ez lesz most, amit csinálni fogunk. Tehát egy ilyen mínusz egyen visszatérünk, kilép a program, nem cifrázzuk. A másik dolog az, hogy valamilyen globális változót beállítunk valamilyen értékre, hát ez itt most pont nincsen, tehát itt most ez nekünk nem elérhető, szerintem ez R0-t nem ad vissza, legalábbis itt nem írja, jobban meg kéne nézni. Ezt a hibát adja vissza, ez valamilyen konstans igazából, erre valamit tudunk hiba kezelni, de itt igazából csak egy hiba üzenetet tudunk adni. Ami hát nem a legjobb megoldás, de ez az, amink van. Jó, és ugye volt ez a két C-s hibakezelés, ugye ez a visszaadunk valami hibakódot, vagy beállítunk valamilyen globális változót, amit később majd ellenőrzünk. Jó, hát C-ben sajnos ennyink van. Ugye C++-ban már ott van nekünk az elegáns try-catch-es, tehát exception dobós hibakezelés. Ott ezzel tudunk egy kicsit jobban foglalkozni. Vagy hát ott az mindenképp elegánsabb. Oké, szóval igazából ennyi az, amire figyelnünk kell. Mi most visszaadunk egy mínusz egyet, nem igazán fogjuk cifrázni. Na, és akkor itt van nekünk egy ilyen változónk, tehát ugye ez a TM kell, hogy legyen, amit visszakap a malloktól, tehát a mallok lefoglalja ugye a memóriaterületet, és akkor itt ugye paraméterbe meg kell adni neki, hogy mennyi memóriát foglaljunk. Hát ez most itt nrszer size of double csillag lesz. Tehát ugye double csillagoknak foglalunk memóriát, ugye, mert nyilván tehát első körben egy pointer töm lesz, ennek van egy mérete, és ezt megszorozzuk a nr-rel. Jó, mert 5 darab pointernek foglalunk memóriát. Ugye azt említettem, hogy ugye a mallok alapban void csillaggal tér vissza, ezt itt látjuk is, jó? És ezt itt kasztolnunk kell, hát kasztoljuk is, és akkor ezzel tulajdonképpen itt meg is vagyunk, jó? De ahogy mondtam, jó lenne valami kis hibakezelés azért ide, úgyhogy ezt itt most meg is csináljuk. Tehát, hogyha egész egyszerűen nulla tér vissza, akkor álljon meg a program. Jó, hát ifet ne hagyjuk ki. Nagyjából valahogy ennek így kell kinézni. Bocsi, srácok, de lassan jön az allergia szezon, aztán beüt a dolog. Jó. Na, hát szerintem itt akkor ezt ki is hibakezeltük, kasztoltuk is, talán még a méret is jó így, de majd nyilván kipróbáljuk, hogy működik-e, és akkor az majd szépen mindent elmond. De egyelőre menjünk tovább, és akkor most csináljuk meg azt, hogy lefoglaljuk a memóriát, ugye hát konkrétan a pointereknek is. Ugye? És akkor ennek az 5 darabnak fogjuk ezt most lefoglalni. Hogy is megy ugye a gyári példa? Hát nyilván 5 darab kell. És akkor ezen megyünk végig. És akkor ugye tulajdonképpen a TM-nek az ijedik elemét kell most nekünk foglalni.
És ugye ezt is kasztoljuk majd ugye double csillagra, mert ugye ez is pointer lesz, és akkor itt jön ugye az a kis hekkelés, hogy ugye alsó háromszög matrix legyen, és akkor itt lesz ez, hogy a hogy i plusz egy darabot foglalunk a az i-edik helyre. Jó, ez azt fogja eredményezni, hogy az első sorba 1 lesz, a második sorba 2, a harmadik sorba 3, és így tovább. És akkor ilyen alsó háromszög matrix lesz a dolog. És akkor itt is ugye foglalunk, de itt ugye már double méretű memóriát fogunk. Jó. Na hát ezt is hiba kezeljük. Tehát nyilván ne felejtsük el. Tehát hogyha ez nulla tér vissza, akkor ugye az azt jelzi, hogy valami hiba történt. És akkor itt ugye nem csak annyit csinálunk, hogy... Mert ugye ez nyilván triviális. Csak hogy teljes legyen a dolog, hogyha itt hibát kaptunk, akkor szabadítsuk már fel a TM-et. Jó? Csak a teljesség kedvéért. Igazából ez nem lenne fontos, mert a return minusz egyel és úgyis kilépünk, de hogyha itt hiba van, akkor szabadítsuk már fel ezt a sima TM-et. Jó, ez tényleg csak így a teljesség kedvéért. Nem biztos, hogy ennek van... tehát nem biztos, hogy ez olyan érdekes, de csináljuk meg. Jó, már miért is ne. Oké, és akkor nyilván ami még itt van, tehát akkor elvileg ugye lefoglaltuk a memóriát ennek, ugye itt a külsőnek, lefoglaltuk belül ugye szépen ilyen alsó háromszög matrix jelleggel, kicsit hiba kezeltünk, és talán a memória foglalás az ennyi is. Ugye mielőtt elkezdünk matatni a memóriába, én most először felszabadítom, jó? Mert tehát az mindig fontos, hogy ne maradjon el. Jó, tehát akkor ide csak tényleg beírom ugye a felszabadítást. Hogy az ne maradjon el. Ugye először felszabadítjuk a sorokat, utána pedig felszabadítjuk magát a TM-et. És akkor nagyjából így ezzel rendben is vagyunk. Jó? Tehát ne felejtsük el sose, ha foglalunk a szabadtárba helyet, akkor azt szabadítsuk fel. Jó. Na és akkor itt akkor közben már elkezdhetünk matatni, és akkor már hiba kezelhetünk is. Hát lehet, hogy ki is kéne próbálni, hogy vétettünk-e most itt hibát eddig. Bár ugye ez a program olyan sok mindent nem fog csinálni, de azért nézzük meg. Jó, szuper. Le is fut. Jó, nyilván most még nem csinál semmit, csak hogy eddig van-e hiba. Jó, de eddig akkor úgy néz ki, rendben vagyunk. Na hát, mit csináljunk? Töltsük fel értékekkel ezeket a sorokat és oszlopokat. Hát szépen végig megyünk ugye az elemeken. Ugye egyszer, ugye utána kell a másik. És akkor ide pedig már ugye i plusz 1 kell, tehát azt ne felejtsük el, mert ugye ne indexeljük túl. Ugye ez a problémás itt ugye C-be, ugye simán túl tudjuk indexelni, tehát itt ha elmegyünk 5-ig, ugye tételezzük fel, vagy hát, hogy pontosság kedvéért n-ig, ugye a C az ész nélkül fogja csinálni, tehát ugye itt például az első sorban ugye egy elemnek foglaltunk helyet, de nyilván a pointer aritmetika az menni fog, tehát az túl fog menni, és azt arra a memória területre is be fogja írni az értéket. Jó? Tehát fontos, hogy itt odafigyeljünk erre. Ugye ez az, ami itt C++-ban nekünk jó, hogyha vektort használunk, mert rögtön szól, hogyha ha valamilyen gond van. Ugye ott emlékszünk, hogy az access operátor van hiba kezelve, tehát az access operátor, hogyha túl
túlmegy az elemszámon, akkor egyszerűen visszadob egy exception-t, és az nem tehetjük meg. Jó, hát itt oda kell figyelni. Itt nincs más lehetőség. Jó, és J-t léptetjük. Ugye? Jól csinálom. Oké, és hát itt töltsük föl valamilyen értékekkel. J. És hát itt szépen akár sorba is mehetünk, de mindegy itt. Hát, mivel töltsük? I plusz J-vel, mondjuk. Teljesen mindegy. Jó, és akkor itt föltöltjük valamilyen értékekkel. Fontos, hogy hülyeséget ne írjunk, azért átgondolom. Mindegy, majd meglátjuk. Jó. És akkor írjuk ki ezután. Névtelen, mindjárt válaszolok egy perc, csak még egy kiíratást lenyomom. Jó. Tehát írjuk is ki ezt a alsó háromszög mátrixot. Ugye itt tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint az előbb, csak itt most simán csak kiíratás lesz. Ugye itt is i plusz 1-ig megyünk, nem felejtjük el. És ugye itt már a j-t léptetjük. És akkor itt pedig egy sima kiíratás lesz. Ugye százalék d-vel. Nem f-fel, mert hogy double típus. És csak simán tabuláljuk. És a tmi-jét fogjuk kiírni. Ugye tmi-jét fogjuk kiírni. És hogy a mátrixunk szép legyen, ide még bedobunk egy sima új sort. Ugye? Még akár jó is lehet, ha nem rontjuk el. Na, fordítsuk, mert ugye a puding próbálja mindig az evés. Áhá, és van is hiba. Jó. Nincs név. Mi nincs név? Oké, és... Jó. Printf-nek nem tettük be a header-jét. Még akkor azt gyorsan bedobjuk. És akkor fordítsuk újra. Ez nem print, hanem printf. És szerintem akkor jók is vagyunk. Jónak tűnik, de futtassuk le. Jó, hát itt kiírja az értékeket, és akkor látjuk, hogy itt szépen ez egy ilyen alsó háromszög mátrix. Hát ezek az elemértékek most így sikerültek. Jó, itt látjuk ugye a sorokat, 0-tól 4-ig, meg ugye az oszlopokat. Jó. Hát valami ilyesmit. Ilyesmit kellett itt csinálni. Amit nyilván ellenőriznünk kell, hogy a memória rendben van-e. Ezt a Wallgrind segédprogrammal tudjuk megtenni. Simán csak átadjuk neki a, úgymond a programfutását. Bocs, hogy ilyen furcsán fogalmazok, de valami ennyit kell tennünk. És akkor ez itt szépen lefuttatja ezt a programot. Ugye nyilván ki fogja írni a program kimenetét, és itt szépen kielemzi a heap-et, vagy a free store-t, hogy mi is történik. Itt látjuk, hogy a kilépéskor a használatban lévő memória 0 byte 0 blokkban, tehát elvileg nincsen memória szivárgás. Ugye a teljes heap használat pedig volt 7 allokáció, 7 felszabadítás, és ez a 1184 byte allokálódott. És itt ír is nekünk egy ilyet, hogyha nem értenénk, hogy minden heap blokk föl lett szabadítva, és nem lehetséges szivárgás. Jó. Tehát alapvetően szerintem jól dolgoztunk. A feladat alapvetően nagyjából ennyit kér, mindjárt majd még egy kicsit pointerezgetünk, meg megnézzük ezeket, hogy hogyan lehet így hozzáférni ehhez. Ezekhez az elemekhez, meg hogyan lehet itt még hackkelgetni az elemek értékeit.
csak a gyakorlás kedvéért. Na, ha esetleg most van esetleg menet közben kérdés, azt tegyük fel, én meg itt ránézek, hogy mi a helyzet. Hát igen, akkor névtelen reagálnék, igen. Valóban vannak ezek a kiegészítések, csak néha többet is kiegészít, mint kéne. De alapvetően igazad van, működnének ezek a kiegészítések C-be, C++-ba valamelyest. Hát most megszokás kérdés egyébként. Használhatnék valamilyen K-develop, vagy valamilyen ilyen fejlettebb idét, az meg már majd, hogy nem helyettem írja meg a kódot. Most tényleg ez csak ilyen, ezek ilyen viszonylag egyszerű kis bevezető C példák. Nem akarom túl bonyolítani. De teljesen jogos a felvetés. Jó, örülök, hogy tetszik a oktató tartalom. Ugye ez a Debreceni Egyetemnek a, hát mondanám, hogy hivatalos progei laborja, elvileg az is, a progei labor keretei között csinálgatjuk ezeket a feladatokat. Jó. Na hát, látom, akkor közben egyéb kérdés nem érkezett, úgyhogy nyilván jöhet aszinkron módon, tehát nem azért tartunk szünetet, hogy most jönnek a kérdések, hanem jöhet bármikor. Nem baj, névtelen, nyugodtan. Ugye ez a szépség ennek a dolognak, hogy jelenleg az, hogy Twitch-en tartjuk az órát, ez azt jelenti, hogy úgymond mindenki bejöhet órára. Jó? Hát sajnos, nem sajnos, a hagyományos órákra nem jöhet be bárki a terem kapacitása miatt. Jó? Úgyhogy nyugodtan te is kérdezhetsz, bárki kérdezhet. Mondom, ez egy teljesen nyílt platform, ugye a Twitch. Bárki bejöhet kérdezősködni. Szoktak is egyébként. Jó, rendben van. Nézzük meg ezt a ami még itt nekünk ebbe a példába van, és rá kell néznünk, hogy hogyan tudunk elemeket, elemértékeket így külön-külön módosítani, meg ilyesmi. Nyilván ez csak ilyen gyakorlás jelleggel, majd ki fogok térni erre, hogy ez miért problémás. Ugye látjuk, hogy tudunk hozzáférni elemekhez. Jó? Tehát látjuk, hogy itt van ez a szögletes zárójeles notation, és akkor itt ugye a iedik-iedik elemnek tudunk értéket adni, ugye itt pedig a iedik-iedik elemet tudjuk elkérni, úgymond, tehát a iedik-iedik elemnek az értékét. Jó, na most ugye itt ezt itt kicsit módosítani fogom, tehát az első kiírás után fogom ezt a kis hekkelést itt elvégezni. Ugye nyilván itt tudunk konkrétan is hivatkozni elemekre. Tehát itt ez a negyedik sor első eleme, ez konkrétan ugye C-be vagyunk, nullától indul az indexelés, mint általában a programozási nyelvekbe. És akkor itt ez egy konkrét elemnek a értékét fogjuk tudni így átírni. Ugye nyilván ez az a sima tömb indexelős D, ugyanezt meg tudjuk majd C-be a vektorra is, vagy C++-ba a vektor típusra is, tehát ott ez működik. Ott annyiban különbözik, hogy ott ugye access operátornak hívjuk, és ott ezt felül tudjuk definiálni, meg tudjuk mondani, mi a működés. Hát ez egy sima ilyen pointer dereferenciálás, vagy dereferálás, vagy pointer dereferencing. Jó, maradjunk ennyibe, és az akkor talán egy helyes megközelítés. Jó, tehát ezt tudjuk itt megtenni. Jó, hát ez egy nagyon egyszerű kis dolog, most próbáljuk is ki, hogy mi történik ennek hatására. Fordítsuk, újra futtassuk. Hát ne a hovagrányddal, csak simán. Jó. Ja igen, a kiírás nem ártana. Jó, tehát itt akkor kiírjuk még egyszer. Ezt elfelejtettem. Jó, csak hogy tényleg lássuk, hogy nem árulok zsákba macskát. Fordítsuk újra, futtassuk, és akkor látjuk, hogy ezt a elemet átírta itt nekünk 42-re. Jó, tehát ennyi igazából, és látjuk, hogy a negyedik sor első eleme, 1, 2, 3, negyedik sor és az első elem. Jó,
Nagyon egyszerűen ezt így tudjuk, ez így egy viszonylag egyértelmű kifejezése is a dolgoknak. Jó, de nyilván ezt itt tudjuk bonyolítani, és csak tényleg nézzünk rá, de tényleg csak a gyakorlás kedvéért, hogy van nekünk ez a sima dereferencia operátorunk, amivel hozzá tudunk ehhez férni. Na most rápillantok a gyári példára, hogy is volt ez. Így van. Jó, tehát először is ugye volt egy ilyenünk, hogy léptetett 3-mal, és akkor utána még volt egy 1, és ez még zárójelben van. Így van. Jó, és akkor ezt átírja 43-ra, ezt az értéket. Jó. Na hát, nézzük meg, hogy mi történik ennek hatására, csak tényleg egy gyors futtatás. Jó. Hát itt a 1, 2, 3, 4. sor második elemét fogja átírni, de hát miért? Ugye itt tulajdonképpen annyi történik, hogy lépteti a TM pointert, ugye úgymond tovább lépteti 3-mal, ami ugye a sorindexeket fogja jelenteni, tehát ugye ez az i-edik, ez mindig a sorindex, ez pedig az oszlopindex, tehát a sorindexeken fog lépni 3-at. Jó? És ugye lép 3-at, ugye az dereferenciájuk, tehát igazából annyit csinálunk, hogy lemegyünk a, úgymond az oszlopok szintjére, jó? És ott pedig elkéri a második elemet, tehát az egyes indexű elemet, ami ugye a második. És ezért fogja nekünk átírni itt ezt a második elemet. Jó? Hát lehet ezt bonyolítani. Ugye itt még volt egy ilyen kérdés, hogy mi történik, hogyha ez a zárójel nincs itt. Ugye nyilván ez annyit fog alapvetően eredményezni, de nézzük meg gyorsan, hogy ugye nyilván itt ez más elemet fog átírni. Miért? Mert nyilván a precedencia, a sorrend az meghatározza azt, hogy ez nagyobb precedenciával van, és akkor igazából az, hogy itt léptetjük 3-mal, az maga után mondja azt, hogy még léptetjük 1-jel, jó, és utána dereferenciáljuk. Jó, tehát igazából ennyi itt, amit tudni kell, hogy ugye ennek magasabb a precedenciája, mint ugye a dereferenc operátornak. Jó. Na, hát itt még van pár ilyen példa, itt ránézek a gyári példára, van még pár csillagozás, meg pluszozás, meg ilyesmi. Hát az már ugyanez, csak pepitába tulajdonképpen. Ezzel most én olyan jelentősen már nem akarnám feltétlenül húzni az időt. Jó. Na most, amit én itt mondanék, csak egy ilyen privát megjegyzés. Nyilván ez már nem feltétlenül ilyen programozási dolog, hogy ilyet ne csináljunk azért, jó? Emlékszünk Befprogon, hogy beszéltük, hogy vannak olyan programozási megoldások, tehát ugye a kódot nem csak magunknak írjuk, hanem a kollégáknak is, de nyilván magunknak is. Én 3 hét múlva már nem emlékeznék arra, hogy ezt miért csináltam. Jó, hát mondhatnátok, hogy kommentezzem fel a kódot, és akkor emlékezni fogok, de azért ezek nagyon ilyen error-prone, meg problémás megoldások. Jó? És akkor ugye beszéltük ezt, ilyen kis példaként mondtuk, hogy vannak olyan megoldások, amik kollega ránéz, és akkor így agyvérzést kap, vagy a kollega ránéz, és azt mondja, hogy na, ebből teljesen világos. És akkor ugye ebből jött az, hogy ugye vannak olyan programozási megoldások, hogy a kolléga meghív minket kávéra, vagy hogy a kolléga hashajtót tesz a kávénkba. Na most ez egy olyan megoldás, hogy a kolléga hashajtót tesz a kávénkba, tehát ilyet ne csináljunk semmiképpen. Jó, ez nagyon fontos. Vagy használjuk így, ha már C-be vagyunk, vagy de ha C++ vagyunk, használjunk vektort, és akkor az tényleg egy egyértelmű dolog. Most amiért ezt megnéztük, az, hogy lássuk C-ben azt, hogy ezek a pointerek hogyan működnek. Jó? Tehát ez egy sima, egyszerű kis példa arra, hogy hogyan tudjuk léptetgetni a pointert, meg hogy tényleg ezek pointerek. Figyeljünk oda, hogy ez a dereferenciálás, meg ugye ez a szögletes zárójeles dolog, hogy működik. Jó? Tehát értsük meg. Tehát ez egy iskola példa. Jó? Valós kódba ilyet azért ne tegyünk, mert ez nem szép.
használjuk ezt. Jó, mert ez egyértelmű. Ez mindig egyértelmű, hogy mit akarunk. Jó. Na, akkor... nem tudom, hogy van-e esetleg kérdés. Tegyük föl, hogyha van. Elnézéseteket kérem. Ez az allergia szezon, ez vicces lesz nagyon. Főleg majd nyáron. Jó, okés. Na, akkor szerintem nézzük is meg, hogy a védési feladatnak milyen része, és ott talán át kell tenni C++-ba, ugye? Na hát ott azért olyan bonyolult feladatunk nincs. Mentsük el más néven. Na most, amit én itt gondolok, hogy tehát vektorra nem hiszem, hogy át fogjuk most írni. Maradjanak simán ezek a double tömbök. Igazából az is jó lesz most nekünk, meg itt a printf is maradhat szerintem, mert most az is jó lesz. Egyedül a memóriafoglalást fogom átírni. Nem feltétlenül akarom az időt húzni itt az, hogy ezt átírjuk vektorra. Amúgy sem biztos, hogy olyan jól tudnánk szemléltetni ezt a fajta alsó áramszög mátrixozást. Szóval maradjon a double. Jó, maradjon a double. Jó, rendben van. Na, tehát amit itt ki kell nekünk cserélni, hogy a mallokot és a free-t írjuk át delete-re tulajdonképpen, ami hát nyilván egyszerű, mint gondolnánk. Na most itt hiba kezeléssel nem akarok foglalkozni, nem is emlékszem pontosan, hogy a new ad-e nekünk valamilyen dob-e kivételt. Gyorsan ránézek. Szerintem dob egyébként, emlékeim szerint. Igen. Ad egy ilyen bad unlock kivételt. Ja. Jó, tehát innentől kezdve akkor tudjuk, hogy mi a teendő, betehetjük egy ilyen try-catch blokkba. Most ezt itt fölvillantom, ugye ez a sima reference guide, egy ilyen bad unlock kivételt fog nekünk dobni. Ha nem sikerül memóriát foglalni. Jó? Tehát innentől kezdve akkor már tudjuk, hogy mi a teendő. Ugye a memóriafoglalást betegyük egy ilyen try-catch blokkba, ezt a bad unlock kivételt kapjuk el, és akkor szépen tudjuk hiba kezelni. Jó? Tehát erre amit az elején utaltam, hogy ugye C-ben ilyenünk nyilván nincs, ott ugye vagy visszatérünk valami hibakóddal, vagy beállítunk egy ilyen globális RNO vagy valamilyen változót. Hát itt van nekünk ez a szép try-catch, de most az egyszerűség kedvéért ettől el fogok tekinteni, tehát ezt most nem tesszük bele, de nyilván érdemes, tehát normális kódba már ezt bele kell tenni. Na, és akkor ugye csináljuk is meg most már, ugye nyilván itt ezek maradnak, és akkor ugye ezt kell nekünk átírni, tehát itt akkor a hibakezelést én elegáns módon ki is veszem. Ugye kasztolni nem kell, mert a new azzal tér vissza, ami nekünk kell. És akkor itt ugye a new kell nekünk. És akkor itt már a size of se kell igazából, mert ő majd tudni fogja. Hanem ugye egy ötelemű double csillag tömböt fogunk lefoglalni. Így van. Hát, ez se feltétlenül a legszebb megoldás, de most nekünk ez így szerintem tökéletes lesz. Jó. És akkor azon belül pedig ugyanígy, ahogy eddig is, szépen lefoglaljuk az oszlopoknak is. És ugye itt is a TM ijedik eleme lesz. Itt is ugye a new-val foglalunk,
És ugye itt annyi lesz, hogy i plusz 1 double-nek foglalunk memóriát. Ugye? Jó, hiba kezelése, nem vacakolunk. Hát talán úgy nagyjából ennyi. Remélem jól csináltuk. Meglátjuk. Jó, ezek elvileg nem változnak. Így van. És akkor itt a végén még ugye annyi változás van, hogy itt is a free-t átírjuk delete-re. Yeah. De mivel több, ugye ezért a tömbös delete-et használjuk, csak hogy ilyen szépen fogalmazzak, és ugye itt is a tömbös delete kell nekünk. Hát reméljük, hogy nem rontottuk el, pillancsunk rá. Jó, itt G++-szal fordítjuk. Itt a tmcpp-t, itt is kírjuk, hogyha van hiba. Jó. És akkor a tmcpp-t futtatjuk. Hát jól néz ki. Jól néz ki. Itt azokat írja át, mint az előbb is. De nézzük meg wallgrind-dal is, hogy jó-e. Jónak tűnik. Kiteszem nagyba, hogy látszódjon. Jó, tehát itt szépen lefuttattuk, kiírta, ugye, amit ki kell, és akkor ugye a kilépéskor 0 byte 0 blokkban, és a teljes heap usage 8, allokáció 8 free, 73, ennyi-annyi byte memória, és akkor minden heap blokkot felszabadítottunk, nincs szivárgás. Jó. Hát, én úgy gondolom, hogy ez a védési feladat szerintem ennyi. Nyilván a könyvbeli feladat az biztosan ennyi. Az ugye annyit kért, hogy ugye egy ilyen, tehát a FreeStore-ba foglaljuk memóriát egy ilyen alsó háromszög mátrixnak. És ugye nyilván a foglalással föl is kell szabadítani. Ugye ez volt ez a sima C-s verzió, ugye kicsit felvillantom, ugye itt ez a malloc free páros, szerintem ez a feladatot lefedi, és akkor nyilván a védést egyrészt kiegészítjük azzal, hogy magatoknak kell megírni, másrészt meg az, hogy át kell írni C++-ra ezzel a new delete-es megoldással. Jó. Na, akkor kérdezném, hogy egyrészt van-e kérdés, van-e, ami esetleg kimaradt, és elfelejtettem így a védési feladat kapcsán elmondani. Én is gondolkodok rajta egy pillanatot, illetve világos volt-e? Jó, tehát egy visszajelzést dobjunk már, hogy világos volt-e a feladat, érthető volt-e, ahogy végigmentünk rajta. Jó, és egy pillanat türelmet hozok Pézsét. Srácok, már itt is vagyok. Jó, világos, minden tiszta. Jó, és akkor elvileg nem maradt ki semmi. Remélem semmi nem maradt ki, de mindegy. Ha esetleg igen, akkor majd azt pótoljuk. Na, szuper, rendben van. Jó, nagyon jók vagyunk időben, pontosan az óra felénél vagyunk. Úgyhogy akkor én azt mondom, hogy lépjünk is tovább. És akkor nézzük meg a kövi feladatot. Azt mondja, hogy miért zárom be mindig a könyvet. Jó, itt van nekünk a könyv. És akkor most ezt fogjuk megnézni, ezt a hát, hiba visszaterjesztéses perceptron feladatot. Tehát erről fogunk egy kicsit beszélgetni.
meg hogy mit is itt kell, mit is kell itt csinálni. Na most pillancsunk rá, nyilván meg fogjuk azt is csinálni, hogy egy ilyen Mandelbrotos képet rádunk a bemenetére, és azt szépen meg fogjuk írni. Hát, kezdjük azzal. Kezdjük szerintem azzal, jó? Mert úgy akkor szerintem logikusabb. Jó, na hogyan is kéne ezt csinálni? Egész egyszerűen itt elmentem ilyen main.cpp néven. Most nem fogom cifrázni. És ez itt, oda is másolom ezt a headert, amit használnunk kell. Hát persze, ha megtalálom. Jó, meg azt a képet, amire majd dolgozni fogunk. Így van. Tehát így néz ki nekünk most a... itt maradt a TM. Na mindegy, úgyis majd egybe rakom fel ezt a repomba. Jó, tehát itt van nekünk ez a main CPP, meg itt van nekünk ez az MLP HPP. Ez lesz az a perceptron tulajdonképpen, amit használni fogunk. És ez az a Mandel PNG, amit majd beadunk neki bemenetnek. Ezt föl is villantom. Hát ez a... hát a logikailag a következő fejezet lenne, de ezt ugye már átbeszéltük. Tehát ez a kép lenne, amit majd beadunk a bemenetére. Jó? Oké, na és akkor írjunk meg szerintem ezt a kis kódot közösen. Ugye, hogyan is fog ez zajlani? Alapvetően az kell nekünk, hogy megnyissuk a képet. Ezt a képet át kell alakítanunk egy vektorra. Mert nyilván a vektort adjunk majd rá a perceptronnak a bemenetére. Vagy tömbre. Most tömbvektor, értsétek jól. Ezt szépen beadjuk a perceptron bemenetére, és elkapjuk a kimenetét a perceptronnak. És kiírjuk az értéket, hogy mi a kimenet. Most itt a mestintes vonalat engedjük el, azzal most nem fogok foglalkozni. Azzal foglalkoztunk a 8. fejezetbe, majd nézzetek rá, hogy ott miről beszélgettünk. Itt tényleg most csak egy ilyen nagyon egyszerű kis példát fogunk mutatni, és akkor a perceptronnak dinamikusan fogunk memóriát foglalni, azon belül az egyes neuronoknak, meg unitoknak, tulajdonképpen amik neuronok, meg azon belül ugye a súlyoknak, meg ilyesmiknek fogunk dinamikusan memóriát foglalni. Tehát most egy nagyon intenzív memória free store használat fog következni, ezért is nézzük meg ezt a példát. Jó? Na és akkor nyilván itt kezdjük megírni a dolgot. Jó, és akkor itt rögtön használjuk a code completion-t, ugye, ahogy névtelen jelezte az óra erején. Tehát itt tényleg működik a dolog. Jó, és hát pár library-t már is be lehetne itt inkludolni. Tehát egyrészt lesz majd egy kis kiírás, tehát itt az IOStream-et mindenképp használjuk. Lesz egy kis képkezelés, és ez a PNG library-t fogjuk használni. És amit már most megcsinálunk, hogy betesszük ugye ezt az MLP headert. Jó. Tehát ezt már most betesszük ide a forrásunkba. Na. És akkor ugye mi volt az első, amit mondtam, nyissuk meg a képet. PNG library használat, nyilván most itt nem akarok doksi olvasásba belefolyni. Nézzétek meg a dokumentációt, a PNG++ library elérhető. Én most csak itt, hát azért megnyitom magamnak, hogy nehogy elcsináljak valamit, de nyugodtan ti is nyissátok meg. És akkor ugye kell nekünk egy ilyen PNG image, hát egy PNG image, tehát egy image objektum, és ugye ez is így template classesítve van.
ugye itt templateben meg kell adni nekünk, hogy milyen típusú legyen. Hát most nekünk egy ilyen RGB képünk lesz, mert emlékeim szerint ez a Mandel PNG, ez RGB kép. Tehát egy ilyen RGB képet fogunk létrehozni. Nyilván adunk neki egy nevet, és ugye a konstruktorba pedig át kell adnunk neki ugye a fájlnak a nevét, amit nyisson meg. Hát itt most temes egyszerűséggel parancsori argumentumként fogjuk átadni. Tudom, lehet napon parancsori argumentumokat szépen elegánsan kezelni, de maradjunk egyszerűségnél. Ez itt most nekünk jó lesz. Jó. Na és ezzel nekünk ebbe itt ebbe a PNG image objektumba benne lesz a maga a képünk. Tehát az a kis kép, amit nekünk majd a perceptronnak a bemenetére kell adnunk. Jó. Ilyen adminisztratív dolog, kérjük már el a méretét ennek a képnek, mert ekkora vektort kell majd nekünk csinálni, illetve a perceptron osztály első léjere, tehát mármint, hogy a neurális hálunk első léjerének ekkorának kell lenni, tehát ennyi elemből kell lenni, mert ugye pixelenként adjuk rá a bemenetre. És akkor itt matekozzunk már ki a képet, a PNG Image Objektum osztálynak van egy ilyen tagja, hogy GetBase, meg GetHeist. Jó? Ez az a két szó, amit sose fogok tudni kimondani, egész egyszerűen azért, mert nem vagyok született amerikai. Nézzétek el nekem. Jó? Tehát GetBase. Jól írom? Igen. Jó, és hát tulajdonképpen ezt a kettőt csak szépen összeszorozzuk, és majd oszlop folytonosan fogjuk ráadni, oszlop? Sor folytonosan fogjuk ráadni a bemenetre. Hát az íráshibákkal mindig is gondok, de jó lesz. Így van. Jó. Oké, és ezzel meg is van nekünk a képnek a mérete, tehát az, hogy mekkora vektort kell majd nekünk itt lefoglalni. Pontosabban, hát igen. Mekkora vektort kell nekünk lefoglalnunk majd. Jó. Tehát megvan a képméret magyarul. Na, akkor most készítsük ezt a perceptron objektumot. Perceptron. Jó. Egyszerűen foglalunk neki memóriát a szabadtárban. Így van. És hogy a konstruktorban majd szépen megmondjuk, hogy hány elemű legyen. Hát hány rétegű legyen. Erről majd mindjárt kicsit bővebben szólunk, mert szerintem ez egy fontos rész. Ugye itt három rétegű lesz. Ugye az első réteg nyilván size, mert ugye minden egyes pixelt ráadunk a bemenetére. Hát a gyári példában, most rápillantok, ugye a második réteg az 256 elemű. Hát legyen most ez itt is 256 elemű. Ugye a kimeneti réteg pedig egy réteg lesz, mert vagy hát egy elemű, pontosabban egy unit, mert ott ugye majd egy számot fogunk mi kapni. Hát most az, hogy mi ez a szám, mindegy, nem menjünk bele. Kicsit majd belenézünk az osztályba, de ad nekünk majd valami értéket. Nem akarok párhuzamot vonni, mert nem teljesen erről szól a dolog, de emlékeztek akár az MNIST-es példa, akár a Cifár 10-es példa, amit néztünk a 8. fejezet kapcsán, hogy ott ugye adott nekünk egy értéket, ami nagyjából az volt, hogy melyik osztályba tartozik, bár ott mondjuk, hogy az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ott egy vektort adott kimenetnek. Na mindegy, itt ad egy számot, jó? És akkor az fog majd nekünk jelenteni valamit, hát most nem túl sokat, de mindegy, lépjünk tovább. Jó, és akkor még azt kell csinálnunk nekünk, hogy át kell alakítanunk a képünket egy sima double tömbre, és akkor most ennek is foglaljunk helyet a memóriába. Ez pedig egy size méretű egyszerű double tömb lesz. Jó, tehát 100 darab double-nek foglaló memóriát. Így van. És ide fogjuk átalakítani, sorfolytonosan
a képünket, tehát simán ebbe bemásoljuk ebbe a image-be. Miért kell ez? Mert majd a perceptron objektumunknak ilyen double pointert kell átadni paraméterül, pontosabban a neurális hálónak, mindjárt ránézünk. Jó? Na és akkor ezt szépen alakítsuk át ezt a képünket ilyen sorfolytonosan. Kicsit puskázok, hogy csak hogy ne roncsam el, ugye szélesség és magasságig megy, és akkor ott ugye a szépen sorfolytonosan, ugye a képünkön megyünk, ugye elkérjük egyrészt a szélességet, tehát szélességig megyünk, ugye szépen egyesével, ugye utána ugyanezt csináljuk, csak egyrészt ére, másrészt meg ugye a képünknek a magasságára. Így van. Jó. És ugye itt jön a hekkelés, mert ugye nem mindegy, hogy a image-nek melyik elemét adjuk értékül, de itt mindjárt megírom, csak ugye itt elkérjük a PNG képünknek a egyrészt az i-edik, másrészt a j-edik elemének, és akkor itt ránézek ugye a vörös csatornáját. Jó, tehát ugye a red pixel intenzitás értéket fogjuk elkérni. Hát, hogy milyen red? Mert red. Most ne keressünk benne túl sok fantáziát, ugye a redet kérjük el. Jó. Na és akkor ugye itt jön az a sorfolytonosan, oszlopfolytonosra hekkelés. És ugye itt kell nekünk ez a ether png image szorozva a szélességgel, és ugye annak a, és azt eltoljuk j-vel. Jó? Tehát itt kell az, az hogy sorfolytonosan alakítjuk szépen a képünket. Ugye, tehát hát így szoktuk tulajdonképpen vektorizálni a képet. Jó? Az a szerencse, hogy TensorFlow-ba, Keras-ba, PyTorch-ba, meg ilyesmikbe ezek megvannak. Jó? Tehát Python-ba alapvetően ezt nekünk nem kell így hekkelgetni, az megcsinálja szépen magától a képet, átalakítja ilyen vektorra. Hát, vagy a NumPy-jal meg tudjuk csinálni elég fájdalommentesen. Remélem, hogy nem írom el, de mindegy, meglátjuk. Jó, és akkor ami kell nekünk, mert ugye egyelőre még csak a képünk van meg vektorizálva, vagy hát ilyen vektorra alakítva, hogy most át kéne adnunk ugye a perceptronnak ezt a vektort. Na most ezt hogy csináljuk? A perceptron osztály úgy van megírva, Norbi úgy készítette el, hogy a perceptron osztály függvényhívó operátorát kell túlterhelünk, tehát arra kell igazából hívnunk, és azt ér vissza egy double értékkel. Na most ezt a double értéket kapjuk mi el, és a perceptron osztálynak a függvényhívó operátorát használjuk. Mindjárt ránézünk erre az operátorra. Jó? És utána még annyi dolgunk van, hogy egyrészt írjuk ki ezt az értéket, ugye? Másrészt pedig nagyon fontos, hogy szabadítsuk fel a memóriát. Először is ugye foglaltunk helyet P-nek, tehát akkor szabadítsuk fel P-t. Másrészt meg foglaltunk helyet ugye az image-nek tömbösen, tehát akkor szabadítsuk fel ugye az image-et. Jó. És hogyha minden rendben van, még az is lehet, hogy jól dolgoztunk. Jó. Na próbáljuk ki, és akkor utána ha működik, akkor ránézünk a perceptron osztályra. Jó. Volt, azt használjuk. Oké is.
Aha, hát hibák vannak. Egyrészt. Hát itt vannak ilyen ilyesmi hibák. Jó, mindjárt ránézünk. Miért írok veszőt? Írtam veszőt. Oké, és még egyszer. Jó. Hát itt ugye vannak ezek a undefined reference hibák. Szerintem ez megoldódik azzal, hogy a PNG libet így kézzel be. Igen. Meg itt van nekünk egy kis párhuzamosítás is. Hát ezt most rápróbálok erre az FOPNMP-re. Aha, jó. És akkor itt még az OpenMP ad nekünk pár hibát. Hát igen, itt a Perceptron style-ba lehet, nem is hiba, hanem warning. Ugye egyrészt amit látunk, hogy igen, itt a Perceptron style-n belül van egy párhuzamosított for, ami egy picit, hát az, hogy nincsen gárdolva. Szerintem ezt most engedjük el. Jó, engedjük el. Illetve itt van nekünk még két warningunk, ami ugye signed és unsigned integer közötti összehasonlítás, ugye itt, amit mi most írtunk. Ugye itt annyi, hogy ez egy unsigned integert ad vissza, nekünk meg signed integerünk van. Engedjük el ezt is, jó? Egyébként szerintem, hogyha nem használom a vol kapcsolót, akkor ez itt meg se jelenik nekünk. Így van. Nem azt mondom, hogy kötözködés, nyilván figyelünk ezekre a warningokra, de most engedjük el. Na és akkor próbáljuk is ki, hogy működik-e. Ugye beszéltük, hogy ugye a Perceptron, tehát hogy a PNG image konstruktorába adjuk át a bemeneti fájlnak a nevét, ami ugye a képnek a neve lesz. Adjuk is ezt át. Itt ugye pörög nekünk a dolog. És kiír egy számot. Na hát ez meglepő, hogy apró szintaktikai hibával megúsztuk a dolgot, és működik. Jó, tehát valami ilyesmit kell látnunk. Hát ezt akárhányszor futtatjuk, ez mindig más lesz. Mindjárt beszéljünk róla, hogy miért. Jó. Na hát valami ilyesmit kell látnunk itt ebben a kis programunkban. Na de nézzünk rá akkor a Perceptron osztályunkra, hogy hogyan is néz ez ki. Igen, itt vagyunk. Jó, na, először is itt van nekünk ez a Perceptron osztálybeli konstruktor, tehát a Perceptron osztálynak az egyik konstruktora, van neki több is, majd itt látjuk. Ami nekünk fontos most itt első körben az ez. Jó, ugyanis erről beszélnünk kell, hogy mi is ez és mi is történik itt. Én alapvetően ezt szoktam ilyen védési feladatnak mondani, hogy aki ezt választja így ugye a normális keretek között, hogy erről kéne egy kicsit mesélni meg, hogy ez itt hogyan működik, esetleg egy kis példát írni. Hát most fogunk mi erről egy kis példát írni, ugyanis ezt hívjuk úgy, hogy ez a változó argumentum számú függvények. Szerintem előadásom volt róla szó, hogy ez hogyan lehetséges, és akkor ott, hogy a stack hogyan működik, ugye a hívási stack, meg hogyan használja ezek a programok a hívási stacket. Nézzétek meg Norbinak azt az előadását okvetlenül, mert erről mesél ebben, mint hogy erről mesél abban az előadásban, tehát mindenképp nézzétek meg. Jó, fogunk... Erre most egy kis példát írni, csak most gyorsan fussunk át. Ugye nyilván itt az ebbe a poén, hogy itt adjuk át, hogy hány darab layerünk van ebben a neurális hálóban, és az, hogy az egyes rétegekben hány elem van, tehát hány unit van, hány neuron van tulajdonképpen. És akkor látjuk, hogy ezt így is használjuk, hogy a mi kis példánkban három rétegű lesz a neurális hálónk, és akkor az első rétegben lesz 100 darab neuron, a másodikban 256, a harmadikban pedig 1. Jó? Nyilván, ha ezt itt átírjuk mondjuk 5-re, akkor 5, tehát akkor mind az 5 rétegnek meg kell adni azt, hogy hány unitból álljon. Jó, de pillancsunk itt rá erre, ugyanis itt látjuk ezt rögtön, hogy ugye itt ez a nov paraméter lesz
a layerek száma, tehát number of layers, és itt ennyi helyet foglal is, meg ugye itt a number of units-ra ezt külön le is foglalja. Jó, tehát itt foglal is neki szépen helyet. És akkor itt jön az a rész, amire mindjárt írunk egy kis példaprogramot is, hogy ha esetleg így hirtelen nem átlátható, akkor az is meglegyen, és akkor itt pedig foglal helyet külön a súlyoknak is. Jó? Tehát itt szépen foglalunk külön helyet. Szevasz Elektrom, és akkor üdvözöllek. Jó. Na, és akkor egy pillanat, és ennek foglalunk helyet, csak még itt a konstruktorban, hogy mi történik. Itt inicializálni fogja ezeket a súlyokat. Látjuk, hogy egyrészt foglal nekik helyet a memóriába, ugye itt dinamikusan, tehát egy nagyon intenzív memória használat van ugye a heap-en. Tehát itt a heap-en foglalunk memóriát, és nyilván itt inicializálja is ezeket a súlyokat. Látjuk, erről volt már szó amikor a beamfa progit írja, akkor is nagyjából